Nagyon nehéz körülmények között készültünk, hiszen egyrészt nagyon kevés idő volt a két meccs között, és azt kecskeméti meccsen gyakorlatilag a két olyan játékosunkat veszítettünk el, aki a átlövő pozícióba igen dominánsan közreműködött eddig a támadó játékunk alatt, és az ő hiányukat kellett pótolni. Hát nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag a belső pozícióba fel tudtak nőni ez a feladathoz, és hát olyan emberek teremtették meg a lehetőségét annak, hogy győzzünk, akik ugye korábban vagy egy kicsikét formán kívül játszottak, vagy igazából nem is itt játszottak. Gondolok itt a Bendo Csabára, aki Kecskeméten gyakorlatilag nem is volt pályán. Gondolok a Baksanyira, meg a Bakos Gyurira, akik mondjuk nem igazán játszottak jól. És úgy gondolom, hogy a kapusok is periódusonként nagyon jók védtek, a Székely Marci is nagyon jól védett, és a védekezésben szokásos Kocsi-Mazi páros az nagyon jól működött. Úgy gondolom, hogy a fiatal játékosok még nem annyira érettek, hogy több időt tudjanak eltölteni a pályán, pusztán csak annyi időt próbáltam valamilyen szinten adni nekik, hogy a úgymond tapasztaltabb játékosaink többet tudjanak pihenni. Hát a Tatabányának azért egy kicsikét nagyobb és szélesebb a cserepadja, és szerintem ebben az időszakban már úgy gondolom, hogy egy picikét, hogy úgy mondjam, energiát veszítettünk, és hála Istennek, hogy itt ebben a pillanatban korábban nem mindig, de most működött, hogy mindig egy-egy valaki hozzá tudott tenni, és ezzel megfordítottuk gyakorlatilag ezt a helyzetet.